Hölgyeim és uraim, ez itt a Felütés Zenei Podcastnek a második idei adása. A mikrofonnál még mindig Jacsó Miklós. Illetve az én jó barátom György Imre. Sziasztok! Na hát, műsorunk ismét mérföldkőz, vagy mérföldkövekhez ért, itt hagyj beszéljek többes számon. Egyrészt elértük a 2000 feliratkozót, aminek nagyon-nagyon örülünk. Uh-huh. Ja, ez azt jelenti így az 1000 után szerintem, hogy akkor most a reklámok is duplázódni fognak, nem? Illetve hát ugye, mint ahogy arról már mi magunk is értesültünk, hogy innentől csak Patreonon és fizetős adásokban gondolkodunk. Így van, tehát megszűnik az ingyenes adása a felütésnek. Jó, benevegyétek, szóval felejtsük el ezt az egészet. Így van. Szóval továbbra is folytatódnak ingyenesen a műsorok, lesz egy-két plusz, mint ahogy már remélem, hogy lassan kezditek megszokni. Na mindegy, szóval ez volt az első számú mérföldkő, a második, hogy szerintem most először a műsorunk történetében lesz olyan adás, hogy tárgyalunk olyan előadót, akinek egyrészt, mint egyfajta nekrológ számjuk ezt az adást, illetve ahol a két műsorvezető között van egy olyan fajta diffi, hogy most először egyikünk, aki én vagyok, igazából kifejezetten nem szereti ezt az előadót, ami nem jelenti ugyanazt, hogy azért ne követtem volna, mert valamelyest vannak igenis komoly meatloaf-élményeim, illetve kedvelem is ezt az előadót, inkább mint a színészt, és kevésbé mint a zenészt, de hát most természetesen elsősorban valószínűleg úgy gondolom, hogy inkább a zenei munkásságáról lesz szó, bár úgy talán lehet, hogy az egész meatloaf életművet, vagy az ő jelentőségét a popkultúrában próbáljuk meg tematizálni és megemlékezni róla, hogy így kettőnknek milyen emlékei vannak róla. Milyen emlékünk van róla, Miki, vagy neked milyen emlékei van róla? Egészen sok egyébként. Nem is vagyok biztos benne, hogy szétválasztható ez a zenész és színész jelenség. Én őt egy ilyen nagybetűs, ilyen előadó művésznek gondolom elsősorban. Ugye kezdjük ott, hogy a zenéit, dalait nem magának írta. Nem is tudom, hogy az adásaink során foglalkoztunk, ami már olyan előadóval, és én úgy ismerem magamat, hogy egészen ritkán szoktam úgy érzelmileg kötődni olyan előadókhoz, akikről tudom, hogy nem ők írják a dalaikat. Ez ilyen szint úgy így vagyok. Aha. Igen, és szerintem az első ilyen alkalom ez az adásunkban, igazad van. Ugye? Vagy biztos vannak olyanok, akikről nem tudunk, hogy nem maguknak írják a dalaikat, hanem mit tudom, ghost writerekkel, meg ghost producerekkel készítik, de ő kifejezetten egy előadó művész, aki hát mint olyan, és szerintem ez szokott néha az előadó művészekkel a gond is lenni, ez lehet akár magyar vonalon olyanokra gondolni, mint mondjuk Viki Dá vagy Deák Bill Gyula, hogy az egy dolog, hogy baromi jó jelenségek, hogy nagyon jó színpadi emberek, hogy nagyon jó hangjuk van, nagyon tudnak bánni vele, csak kérdés, hogy éppen jó emberek jó dalokat írnak-e nekik, vagy esetlegesen nem annyira jó produkciókat tesznek alájuk. És a Meatloafnak is ilyen volt a karrierje, hogy vannak a baromi jól sikerült lemezei, nekem, aki szeretem, és hát sajnos voltak óriási nagy bukásai is, és ez nagyon sokszor ilyen személyes konfliktusokból ered, hogy mondjuk a korábbi zeneszerzőjével összeveszett anyagi dolgokon, stb. Tehát szerintem az ilyen típusú énekeseknek sokszor nehéz megállni azt, hogy mondjuk miközben lemezszerződéseik vannak kiadókkal, a közben hát mindig jót alkossanak, hogyha nem tesznek mögéjük igazán jó gárdát. Szóval ezért van egyszer ez a Meatloaf jelenség így talán néhol szerintem alul értékelve, illetve én számomra most az is meglepő volt, hogy így a halála kapcsán hirtelen mennyien osztották meg a dalait, vagy egyébként azt vettem észre, hogy leginkább ilyen emlékeket róla, nagyon igen. Sok zenekar, zenész, színész, hogy mennyire jó fej volt, hogy milyen sokat nevettek egy forgatás alatt, hogy mennyire szerették a zenéjüket. Ugye ezt a klasszikus első lemezét, a Bat Out of Hell 1-et, illetve aztán majdnem 20 évvel később a második epizódját ennek a sztorinak az egekig magasztalták, de a köztelévő lemezekről most sem nagyon esett szó. Egyébként érdekes az élettörténete, majd nyilván azért átfutjuk. Úgyhogy viszonylag sok emlékem van róla, és mindjárt bele is megyek, mert azt hiszem, hogy ez egy hosszasabb sztori lesz, úgyhogy megkérdezlek először téged, hogy mondjuk hogy találkoztál vele először? Nem emlékszem, hogy hol találkoztam vele először,
De biztos vagyok benne, hogy amikor már így magamban realizáltam, hogy ez a Meatloaf jelenség, illetve ez a karakter létezik egyáltalán, az biztos, hogy a Battle of Hell-nek valamelyik videóklipje volt, valószínűleg ilyen VH1-on vagy valami hasonló televíziós csatornán futott valamelyik videóklip, és akkor én úgy eszméltem rá. És el is gondolkoztam közben ezen a Battle of Hell-en, hogy azért az, megmondom, hiszen Meatloaf halála kellett ahhoz, hogy arra, azt én tudatosítsam magamban, hogy ez minden idők talán legkeresettebb lemeze. Szerintem a műsorunk folyamán az az album, amiből a legtöbbet eladtak világszerte, az valószínűleg a fekete album volt, amit tárgyaltunk és beszéltünk róla, és ez még arra is ráver egy tízessel. Elképesztően 40 millió fölötti példányszámot értékesítettek ebből az albumból egészen idáig, és én azon gondolkoztam, hogy vajon jelentenek ezek a számok valamit. Tudod, azért, mert hogy Meatloaf a kulturális térben milyen örökséget hagyott, vagy hogy mennyire reprezentatív ez a hatalmas példányszám, amiből elkelt ez az album. Tehát, hogy a Bad Out of Hell, azok jelente annyit, mint mondjuk a Nevermind, mint mondjuk a Fekete album, vagy mint mondjuk egy Marilyn Manson album, amiből eladtak kb. 1 milliót, vagy 2-t. Aha. Tudod? És tehát, hogy jelent annyit vajon a Bad Out of Hell a ma emberének? Hú, de jó kérdés. Azt hagyd tegyem hozzá, hogy ha jól tudom, akkor ezeknek az ilyen minden idők legtöbbet eladott lemezeinek a listája az úgy néz ki ott a top 3-4 körül, hogy valóban ott szerepel Meatloaf Bad Out of Hell-je, ugye Michael Jackson Thriller-e, és mindezt az Eaglesnek egy best of lemeze üti csak. Aminek az az érdekessége, hogy nincs rajta a Hotel California, tehát hogy ez még az előtte lévő... Akkor az tényleg elképesztő. Igen, és ez pontosan azért elképesztő, mert hogy ez mutatja azt, hogy valójában mi mennyire nem látunk rá valószínűleg erre a korra, illetve például az amerikai piacra ilyen szemszögből, hogyha nagyon laikusan gondolkodnék, akkor így eszembe nem jutna, hogy az Eagles adta el minden idők legtöbb lemezét, vagy... Igen, de tudod, mondjuk jó kérdés, hogy kell-e ehhez belelátni az amerikai piacba, mert nem, és azért azok a portálok, amiken ezeket így vizsgálni lehet, a kommenteket, a hallgatottság arányát, azért azok eléggé globálisak. Tehát tudod, rámegyek egy Spotify-ra, akkor most jelenleg, egyébként direkt megnéztem, akkor mondjuk 6 millió körül van a hallgatottsága a Meatloafnak jelenleg. És a Neil Young-nak? cseles, nem döltem be. Szóval 6 millió körül van a Limp Bizkitnek is. Uh-huh. És szerintem vannak olyan magyar előadók is talán, akik, hát nem tudom, 1-2 milliót biztos elérnek, holott mondjuk, mit tudom én, egy Billie Eilish lehet jelenleg 40 milliónál, egy Metallica szerintem 20 milliónál, vagy 15 milliónál biztos. Persze, lehet, hogy ezek a számok nem jelentenek semmit, de mégiscsak reprezentálnak valamit az éppen hétköznapi aktuális népszerűségéről az előadónak valahol. Mm-hmm. Szerintem valahol ott leledzik a válasz, például arra, hogy mondjuk ez a Bad Out of Hell, hogy ment el ennyiszer, hogy amikor ez megjelent 77-ben, akkor egyszer nagyot ment, rádobott erre a Rocky Horror Picture Show-nak ugye a film változata, aztán szerintem a Meatloafnak volt egy ilyen újjászületése a 90-es évek elején, amikor meg megint csak mondjuk egy-két akkora slágert letett az asztalra, kifejezetten ugye a Bad Out of Hell 2 lemez kapcsán, hogy valószínűleg akkor újra megvették az előzőt is nagyon sokan, és közben pedig a zeneiparnak, meg a zenei hallgatottság, vagy a hallgatási szokások változásainak köszönhetően, meg valószínűleg először megvették Bakeliten, aztán később megvették Kazin, aztán megvették CD-n, és ez így ment, és talán egy olyan generációt érintett ez meg, akik még inkább ilyen vásárlói voltak a zenének. Lehetséges, lehet, hogy igazad van, illetve nagyon jó, hogy említetted a Rocky Horror Picture Show-t, mert én nagyon azt gondolom, hogy azért Meatloaf, oké, hogy voltak hullámzó periódusok a karrierjében, de hogy szerintem így élete végéig
úgy az átlag embernek a szemében egy ilyen cool arc maradt. És ehhez szerintem hozzájárult az, hogy bár nem voltak hú de nagy szerepei, de mindig sikerült egy aktuális kult filmben feltűnnie, valami igenis megjegyezhető és ikonikus karaktert megformálva, még ha csak fél percre volt benne az alkotásban akkor is. És ez volt mindig átmentette őt egy másik korszak számára is. Ja. És ez szerintem baromira menő. Valószínűleg főként ugye egyrészt a harcosok klubjára gondolsz, igen, aztán később a Tenacious D filmben. A mi korszakunknak szerintem rossz, tehát hogy emlékszem, hogy amikor először te említetted nekem ezt a mozit, sőt, itt, ahol most ülünk ebben a lakásban, itt néztük meg. Emlékszem, mutattál belőle jeleneteket. Már melyikből? A Tenacious D. A Tenacious D-ből. És hát a kezdő jelenetet mutattad nekem, ugye Jack Black édesapját játsza Meatloaf. És az durva, hogy nekem le se esett, hogy ő azt, hanem, mert néztük már nem tudom hány perce, azt hiszem, hogy annál jelenetnél jártunk, ahol a Dio kezd el énekelni a póster, és akkor mondtad, hogy vágod, hogy az apja az a Meatloaf, és mi? Az nem azt kell, tekerjük vissza, és tényleg, tehát elképesztő volt, és akkor nekünk is jelentett valamit, hogy hú de vicces, de tudod, nem az a szánalmasan vicces, amikor kvázi valakit kinevetsz, hanem együtt szórakoztunk vele, és együtt volt ez egy hatalmas poén, hogy most már ő egy ilyen dead. Igen, tudom? igen. Meg egy óriási gag volt az, hogy ő utálja a rockzenét, ugye ott miközben, meg az meg akkor tájt vált nekem egyértelművé, hogy amúgy a Jack Black a saját éneklési stílusát, ezt a nagyon ilyen teátrális, ilyen musicales, már nem tudom, operába hajló, de mégis tökös, rockos éneklési stílusát, azt szerintem nagyon nagy százalékban eleve a Meatloaftól kölcsönözte, főleg, hogyha most megnézel ilyen régi Meatloaf klippeket. Igen. Hiszen mivel ő tudod, ő nem egy rockstar volt, akit benyomtak időnként egy filmbe, hanem ő egy... Szóval ő inkább egy olyan színész volt, aki rohadt jól is tudott énekelni, és a színpad meg a kamera előtt volt az ő otthona. Tehát ott élt ő igazán. Mert tudod, időről időre mindig vannak ilyen próbálkozások, hogy valakit beletesznek egy film. Mostanában láttam olyan filmet, amiben az Ed Sheeran játszott, és hát így szerintem baromi aranyos az a csávó, meg én nagyon tisztelem, de hogy mint színész, valami pokolian rossz. Tehát, hogy így nem tud nem mosolyogni a kamera előtt, és tudod, amikor szerepben van, akkor ez nagyon gáz, mert így látod, hogy olyan, mintha csak így szóltak volna neki, hogy figyelj, itt nem akarsz úgy csinálni, mintha... részt vennél a filmünkben, közben tudod, hogy tényleg nulla a színészi kvalitás. És itt nagyon az ellenkezője van. Persze, tehát nem volt olyan szerepe, amiben ne hittem volna neki 100%-ig, de ő egyébként, ugye pont ezt magyarázza egyébként interjúkban is, hogy ő valójában a színpadon is, amikor zenél, karaktereket jelenít meg, és karaktereket szólaltat meg, általa énekelnek azok. Tehát ő valójában, hogy mondom, mindig szerepben volt, vagy mindig egy másfajta szerepben volt, a színpadon is színészkedett igazából, amikor zenélt. Igen, tegyük hozzá, hogy mielőtt őt felfedezték, mint egyébként egy zenekar élén szereplő frontember, tehát hogyha jól tudom, akkor valójában ez egy ilyen Meatloaf band volt. Így van. Eredetileg. Hát őt úgy fedezték fel, hogy korábban ő meghallgatásokra járt, különböző musicalekbe, rock operákba, hogyha így tetszik, és például játszott a Hairben. Így van. Bármint most nem a filmben, tehát ő, de hogy azt hiszem, hogy először kisebb színházba, aztán a Broadway-n is felépett. Hát ugye az az érdekes, hogy jó, először is szerintem induljunk távolabbról, hogy ez egy nagyon érdekes korszak született bele, és ugye általában a rock operával, rock operettel és hasonló szubzsánerekkel szokás említeni a nevét. Illetve a zeneszerzőit a Jim Steinman, de arról majd foglalkozunk később. Tehát ez ugye, hogy a 70-es években egy hirtelen megjelenik a semmiből. És ez szerintem egy nagyon érdekes folyamat, hogy a 60-as évek azért valljuk be, hogy nem annyira arról szólt, hogy jó énekesek adnak elő jó dalokat. Tehát a Beatles, a Jimi Hendrix, a Doors, stb. Oké, volt a Joe Cocker, meg Joplin, de alapjában véve a rockzenei progresszió az nem arról szólt, hogy a klasszikus, hagyományozódott zenei éneklési metódosokat mi így a csúcsra járatjuk a rockzenében. Valahol a Bob Dylan indítja ezt, és akkor mindenki ezt sem, például tök érdekes, hogy a Jimi Hendrix neki iszonyú komplexusai voltak saját hangjával szemben, ugye nagyon nem szeretett énekelni.
És pont amikor elkezdett sikeres lenni, tehát mielőtt megjelent a Hey Joe, vagy valami ilyesmi, akkor küldött egy levelet haza, hogy hallani fogtok majd egy dalt, amiben énekelni fog, bár soha életemben nem énekeltem, de higgyétek el, ez egy ilyen korszak, én is meglepődök, hogy egyre rosszabb énekesek énekelnek egyre rosszabbul, de mégiscsak sikeresek. Ezt nem tudom szó szerint idézni, tehát hogy vonjatok le a szavaimból -2, de ez volt a lényege ennek a levélnek. És ez még az autotune előtt. Igen. És oké, hogy mondjuk a Beatles micsoda a káprázatos vokálokkal rál, de hát ez mégiscsak inkább egy, hogy is mondjam, kísérletezés volt, illetve tehát, hogy ők bőven alul maradtak mondjuk a komoly zenei képzettséggel rendelkező énekesek mellett. És akkor tudod, hirtelen így a 70-es években így jön a Deep Purple, jön a Led Zeppelin, már a nyomukban jár a Queen, és megjelennek az ilyen hatalmas tenor énekesei, tudod, a rockzenének. És így berobban ezek közé a Meatloaf, és konkrétan a színpadról táncol, így hát a rockzene színpadára. Tehát valami hatalmas nagy progresszió jön így az ilyen zeneszerzésben, úgymond a 70-es években. Meg ugye itt a zenének, meg az éneklésnek még elég nagy szerepe van a moziban is. Uh-huh. Tehát ez azért ez ugyanaz a korszak tényleg, amikor készül a Hair, amikor készül a Grease. Igen. Mondjuk az későbbi. Tehát az 78-as egyébként. Jó, aha, uh-huh. De ugye annak is gondolom a színpadi változata az már korábbi. Aha, igen. Mondjuk tehát azért nagyjából ott tartunk tényleg, ahol a moziban is érdekelte az embereket a zene, és ott szerintem nagyon fontos volt az, hogy ott jó hangú, jól kinéző és jól táncoló embereket lássunk. Igen, ebben igazad lehet, illetve nem tudom, én megőrülök a musicalektől is általában, de hozzáteszem, hogy ez azért az a korszaka ennek a színházi műfajnak, amikor ez tényleg jelentett valamit. Tehát az, hogy ugye megjelenik először a Hair, hát az ilyen 60-as, 67-68, valahogy így. És igen, tehát egyébként egy kis független színházból indul, egyébként egy magyar csávó állítja színpadra, valami József, vagy nem, de ugye egy totál magyar neve, most nem fogom megkeresni. Akár lehetne itt a szomszédnak az ajtajára is kiírva ez a név tényleg, és akkor onnan egyszer csak betör a Broadway-ra, és akkor ugye ezt viszik ilyen roadshow-ra. Uh-huh. És oda csatlakozik már be a Meatloaf, ugye, mert ő Los Angelesben próbál szerencsét, és akkor, mert hát New York és Los Angeles között van egy világnyi távolság, és akkor ott ők egyrészt ilyen utazósóban csinálják, illetve, hogyha jól tudom, akkor utána ő a Broadway-n is énekli ezt. De hogy először valahogy ez a Los Angeles-i szférához csatlakozik, ezzel nem tudom, mennyire dokumentált ez, hogy a Hair-t mikor, hol mutatták be, hol, mikor kijátszotta. Hát biztos van ennek egy... Igen, de hogy én például nem találtam róla felvételt, annyi infót olvastam róla, hogy elvileg ő volt az egyetlen férfi, aki elénekelhette az Age of Aquarius-t, mert azt ő énekelte, és azt ugye a filmben is, meg általában mindig ő női énekes kapja. Aha, úgy szeretem azt a számot, én, mint vízöntő. Hát azt nagyon meghallgatnám például tőle, de sajnos ez lehet, hogy nem maradt meg az utókon, hanem biztos most fölkerült volna valamilyen felvétel. Egyébként ugye Marvin Lee Eddy néven látta meg a napvilágot Texasban, és aztán ez egy kicsit zavaros, hogy itt volt egy névváltása, tehát hogy a Marvinból Michael lett, később pedig Meatloaf. Végülis az egész, ez is mennyire poén, nem, hogy az egész világ tulajdonképpen fasírt, vagy húskenyér, Stefánia Vagdalt néven ismerte meg ezt a figurát. És nagyon megsértődött álltak, hogyha egybeírták. Oh. Mert ő Meat és Loaf, és ezeket úgy kezelte, mint keresztnév és családnév. És mint ezt megtudtuk, hát ha nem is teljes élete során, de egyébként utolsó évtizedében mindenféleképpen vegetáriánus volt az öreg Meat. Igen. Hát most biztos, hogy hosszú utat tett, meg ugye ő egy totál közép vagy alsó középosztálybeli családból, tanár anyukával és egy igencsak iszákos és agresszív rendőr édesapával. Büszkélkedhetett. Ugye anyukája nagyon hamar meghal, és ott marad az apukájával, aki, hát igazából rátámad egy késsel atomrészegen.
Ő pedig betöri az orrát, eltöri két bordáját, vagy nem tudom, és utána távozik. Így kerül valahogy Los Angelesbe. Ez kimeríti a rendőr elleni erőszak fogalmát? Vagy ez, valahogy így, igen. Vagy ez még a családon belüli történet marad? Általában Meatloaf sem volt egy egyszerű gyerek, aha, tehát hogy többször lelépett, meg ilyenek, és akkor így valahogy az anya halála után ment vissza, és követelt az örökségét, és akkor történt ez a bunyó, de ott tényleg az volt, hogy fölment a szobájába, meg az apja meg utána ment egy késsel, és ő azt mondja, hogy ő csak védekezett igazából. Nem egy egyszerű történet, de bekerül a Hairbe, meg egyébként utána ő próbálkozik afajta ilyen pop-énekesként, tehát egy bizonyos Stoney nevű hölgyel, aki szintén a Hairben énekelt, volt már egy Billboard listás daluk, de hát nem. Uh-huh. Kifejezetten ment a sokáig. És akkor utána ez a Jim Steinman. Steinman. Igen, aki felfedezi őt. Ők nagyon egy korosztály egyébként. Azt néztem, hogy a Jim Steinman pedig tavaly vesztette életét, 73 évesen, a Meatloaf pedig idén 74 uh-huh. évesen, tehát egyébként ők ugyanakkor tájt születtek. És ő egy ilyen nagybetű zeneszerző, szóval azért ő egy ilyen olyasmi karakter lehet, mint mondjuk az Andrew Lloyd Webber, vagy nagyon képzett, zongorista képzett zenész, és hogyha jól tudom, akkor még a szövegekért is ő felel. Ő egy ilyen igazi musical figura, igen. Illetve nagyon kísérletező is. Ugye azért itt vagyunk abban a korszakban, amikor nyilván mindenhonnan folyik a drog, és a különböző pszichedelikusok, és nyilván ilyen nagyon szabad és nagyon túlvizionált világokat teremthetnek még a művészek, ami szerintem csodálatos, szóval nem véletlenül születtek ebben a korszakban ilyen monumentális alkotások. Igen. Tehát a rockzenekarok is azért, hogyha itt megnézzük, akkor Pink Floyd, Led Zeppelin elkezdenek egyre nagyobb ilyen koncept albumokban gondolkodni. Igen, valahol ezt nevezhetjük igazából a rock operának is, tehát hogy mondjuk a Wall, ha ilyenre gondolunk, az egyfajta eszenciája ennek a műfajnak. És hogyha jól tudom, akkor végülis a Bat Out of Hell lemez dalait eredetileg a Jim Steinman jegyzi az egész albumot. De mondjuk ezeket eredetileg színpadra szánta, és át kellett írnia egy csomó dolgot, mert ő ezzel egészen sokáig házalt, hogy ez egyfajta ilyen Pán Péter felújítás akart, igen, lenni, tulajdonképpen a klasszikus Pán Péter történetnek egy ilyen disztópikus, sötét verziója, de valamiért ez süket fülekre talált, vagy nem tudom, nem szerződtették le, és végül is ekkor tájt összehaverkodtak a Meatloaf-fal, megkaptak egy lemezszerződést, és megcsinálhatták ezt lemezként, négy videóval megtámogatva. Szerintem itt fontos volt, hogy ha megnézed, akkor amúgy mind a négy videó ugyanott játszódik, tehát a zenei rész az tulajdonképpen egy koncert. Megjelenik ez a kis... hát eleve egy nagyon különleges karaktere a rockzenének, tehát azért valójában ebben a korszakban ott is járunk, hogy megjelennek az első ilyen rockistenségek. Igen. Tehát érted, egy Robert Plant, ahogy kiállt a színpadra, félmeztelenül kicsit letolt nacival, meg nem tudom, ami úgy feszül rajta, hogy négy számmal kisebb nála, annak jelentés értéke volt. Igen. És a Meatloaf az egy tökéletesen ellenpólusa ennek az egész sztorinak. Egy kis pufókás, nagy darab figura, ráadásul ebbe a zsabóba, ebbe a kis ilyen, mire nevezzük ezt az öltözködést? Nem tudom, úgy néz ki, mint valamilyen az interjú... arisztokratikus... Igen, az interjú a vámpírral valamelyik, nem tudom, karakter, hogy egyszer csak így előugrik a sötétből, és kiszívja a véred. Tehát legalábbis ezen a koncerten, ami rögzítve van ezekre, a videók, ez abszolút megállja a hét. És látszik, hogy imádja a kamerát. Igen. Tehát végig az arcában van szinte a kamera, és úgy gesztikulál, úgy énekel, úgy mozog, hogy látszik, hogy igen, én ezt akartam egész életembe csinálni. Persze. És azt szerintem itt meg is érzi a vérszagát, hogy ez működni fog. Ugye a Jim Steinman, én nem tudom, hogy akkor ők mit csináltak, vagy pontosan hol találkoztak, de elvileg ezt a National Lampoon csinálják együtt, ami
Hát ez a név ez itthon nem jelent semmit, ellenben ez egy olyan brand, aminek a kulturális termékeit bőven mi is fogyasztottuk gyerekként, csak nem így hívták itthon, és nem tudtuk, hogy ez az. Ez alapvetően egy magazin volt, ami olyan, mint a Mad, meg a Kretén, és hasonlók, tehát egy ilyen alternatív, humorú magazin, amiből aztán lett rádióműsor, tévéműsor, a különböző ilyen turnék, zenék, stb. Tehát ontották maguktól ezt különböző ilyen interkulturális terméket, hogy ilyen szépen fogalmazok. És akkor valaki itt találkoznak. Egyébként a Chevy Chase-nek ez az ilyen európai vakáció, aha, karácsony, ez mind az filmben, tehát a National Lampoon-nak a brandje alatt jött ki, illetve a haláli fegyver, amire nem tudom, emlékszel-e. Persze. Tehát a halálos Samuel fegyver, Jackson-nak, így van, az is egy National Lampoon termék. Na mindegy, és akkor valakik itt találkozni, hogy mindketten nekik dolgoznak. Na most, hogy ők ott mit csinálnak? Turnéznak, együtt írnak dalokat, vagy előadnak valamiféle ilyen paródiákat, ezt nem tudom, de az biztos, hogy valahogyan innen, ebből a korszakból kerül ez ki. Uh-huh. És akkor mellette itt van ez a Rocky Horror Picture Show, aminek ugye van a színpadi változó a Rocky Picture Show, és ez megint egy olyan operett, vagy nem is a rock opera, ami hát a maga korszakában akkora botrány, amekkorát hát nagyon-nagyon uh-huh. kevés volt előtte. Tehát tényleg az űrből jövő transzexuális Frankenstein, amit a Tim Curry megtestesít. Tehát szerintem a mai napig annyira szürreális ez a film, hogy tényleg gyomor meg ízlés kell hozzá, hogy egyetlen így értelmezni tud, hogy mibe estél bele. És szerintem marha vicces, hogy ebből ugye egy dalt énekel. Ellenben valahogy meg tudták győzni a filmforgalmazóit, hogy a mozikban, mielőtt bemutatják a filmet, játszanak le egy-kettőt ezekből a videókból, a Bed Out of Hell-ből. Aha. Tehát valószínűleg ez a reklámjának rohadt nagyot adhatott. Igen. Úgyhogy ez érdekes. Egy dalt énekel, és kamu szaxofonozik benne egy hatalmasat. Így van, de ugye ez a film ez jócskán a nemi szerepeknek a cserélődésről szól, mindenki nagyon glam benne, minden férfi nagyon antimaszkulin, és akkor tudod, ebbe motorozik bele egy 5 perc erejéig egy bazi nagy darab farmer szerkós csávó, tudod, és nyom le egy ilyen szaxi szólót. Motor. Motor. Mindenhol. Motor innentől mindenhol, pontosan. Tehát lemezborítókon, klippekben szinte mindig előkerül egy olyan jó nagy dögös Harley. Ami szerintem azért is poén, mert valahol ez a motoros világ, ez mindig valahol az ellentéte volt igazából annak, amit a glam, meg a korszaknak az ilyen feminim sztárjai képviseltek, nem? Arra gondolsz, hogy ez az ilyen motoros banda világ, ez mindig egy ilyen kicsit ilyen félt, lenézett, sites vonal volt. Tehát, nagyon maszkulin arcokkal. Igen, meg amikor Új-Zélandon éltem, ott a mai napig van ez a motoros gang uh-huh. dolog, ami nyilván Amerikában is, csak mondjuk ott nem találkoztam ezzel, hogy ott, ha te így motorozol, és ezt így mondod, akkor azért sokan így úgy néznek rá, hogy hú, az meg, oké. Okay. Tehát, hogy ez egy ilyen, az egy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen gangmember lennél, aki biztos megjárt a shit-et, meg már keresik rajtad a, nem tudom, különböző tetkókat. Tehát, hogy mint hogyha nem lenne jogod, vagy nem lenne egy ilyen viszonylag általános dolog az, hogy mondjuk te szereted a motorokat, szereted bőgetni, hanem azt szeretik így összemosni a bűnözéssel. Ez valószínűleg azért van, és azért nincs itthon, mert ugye itt a szocializmus miatt a 60-es évén nem tudott kifejlődni ez a fajta ilyen országúti zsivány mítosz, tudod, hogy azok az arcok, akik nem tudom, bűnözők, ex-katonák, stb., meg különböző ilyen társadalmi perifériára szorult arcok, azok így összeverődjenek, és ugye így bűnbandákat alkossanak, és mondjuk Amerika tele volt ezzel, de hát mondjuk Új-Zélandon nincs messze, mondjuk mit, Ausztrália, ugye a Mad Max-el, meg mit tudom én, szint úgy őrz valamit ebből a hagyományból. És ott tényleg egy létező dolog, nagyon durva, hogy így rákeresel ilyen ezekre a klasszik gengekre, egy csomó baromi jó fotó van uh-huh. a tagokról, és hát azért ott tényleg látod, hogy azok nem egyszerű figurák. Itthon is biztos van azért pár jó babettás banda.
Hát akik ezt szerintem fiatalon nem élhették itthon, azok a rendszerváltás után már családapaként, ez a mai napig van egy hagyománya, és mondjuk esetleg jobb anyagi körülmények közé kerültek, akkor elkezdték vásárolni a hárlikat. Hát, mint a tankcsapdások. Most, hogy egy kis visszacsatolásra léjek. Igen. Na de. Megjelenik ez a lemez. Ezek szerint valószínűleg a mozi hatására, illetve ahogy mondod, én erről nem tudtam, de hogy ezek a moziban játszott klipek hatására, és ez óriási nagyot megy. Igen. Ha jól tudom, akkor nem azonnal, hanem kell egy kis kifutási idő, de aztán baromira beindul, szétszedik, és nyilván hip-hop nagyon gyorsan sztár lesz a Meatloaf, amit már ezen a ponton rögtön a Jim Steinman elkezd egy kicsit neheztelni, mert hogy ugye az összes dalt ő írta, ő hangszerelte, de mindenhol a Meatloaf név szerepel, és őt kezdik el promózni, turnéztatni, illetve egyébként itt együtt kezdenek el turnézni, tehát a zenekarban benne van a Jim Steinman, és maguk köré szerveznek egy bandát. Tehát még egy picit van ilyen zenekari feelingje a dolognak, nem feltétlenül csak mint szóló előadó, de azért hamar elkezd ez átváltani, és ahogy mondtam, valószínűleg itt a feszültségeknek köszönhetően anyagi és egyéb okokból kifolyólag egy kicsit megromlik a viszony, és amennyire gyorsan jött ez a hírnév, annyira egyébként zuhanni kezd az egész. Tehát itt jönnek lemezek, amiket egyre kevesebben vásárolnak, már nem akkora nagy szám, hogyha jól tudom, akkor a Meatloaf valószínűleg azért nem annyira jól olvasgatta át a szerződéseket, vagy valami ilyesmi lehetett a háttérben, illetve lehet, hogy tényleg a jogdíjak, mivel hogy nem volt ő szerző, egész egyszerűen nem hozzájöttek, de azzal, hogy a következő albumok bukásnak számítanak, itt tulajdonképpen teljesen leszegényedik. Tehát, hogy minden, amit gyorsan felépített, azt azonnal elveszti. Ez durva egyébként. Tehát, hogy ő így rögtön megismerte, meg megkóstolta a sikert, de azonnal a zuhanásnak indult. Hát ott ugye egyrészt az, hogy ha azonnal összebalhézol a szerző és zenésztársaiddal, azért az valahogy számomra azt bizonyítja, hogy nem tud jól kezelni a sikert, bár ő ezt ki is jelentette, hogy nem tudta, rákap a kokainra, de egy igen magas hatásfokon ég benne a kemikália, mert tehát egyrészt hallucinál, öngyilkos akar lenni, sőt, van egy időskori interjúja, amiben konkrétan ő azt mondja, hogy le akart ugrani egy hídról, és őt az anyja szedte le, de ő már halott volt. Az anyja, de hogy az anyja megjelent neki, és végül az ő hatására mászott le arról a hídról, de hogy mondta, ő konkrétan látta az anyját. Mm. És ő ezt egyébként így 100%-osan idős korában is így hitte és vallotta, hogy ő tényleg az édesanyjával beszélt ott. Szóval voltak problémái az egészen biztos ebben a korszakban, mint ahogy általában ilyenkor lenni szokott. A 80-as évek az kicsit felemásan sikerült neki, azt valljuk be. Még ami emlékszem, volt egy ilyen nagyobb sláger, az a Dead Ringer, amit a Cherrel énekelt egy duettet. Az talán a Bad Out of Hell után egy vagy két lemezzel következett, és szerintem az még egy ilyen nagyon jó pofa szám, meg klip volt. De aztán ment a sülyeztőbe. Igen. Ami az érdekes, hogy szerintem fönn tudta tartani magát egyrészt, mint színész. Tehát sok moziban, televíziós alkotásban feltűnt. És hát azért biztos, hogy valamennyien eljártak Meatloafra, nyilván azért nem volt akkora bukás. És valahogy a 90-es évek hoznak egy ilyen újabb kultuszt. Hát nem is akár miért. Na, a múltkor a tankcsapda adásban emlegettük ugye azt, hogy mondjuk mi tenne egy ember tervez kettőt, ha az megjelenik 20 évvel később, vagy egy jönnek a férgek kettőt, mi tenne valójában kapcsolódási pontként az eredeti műhöz. Na itt egyértelmű. Ugyanis az van, hogy tulajdonképpen évtizeddel később, mint hogy utoljára együtt dolgoztak, újra felkeresi ugye Jim Steinmant, hogy csinálják meg a Bad Out of Hell 2-t. Ennek azért biztos vagyok benne, hogy szóval eleve volt egy olyan oka, hogy valószínűleg belátta, hogy szüksége van arra a nagyon jó zeneszerzőre, illetve talán ilyen okokból jobb kibékülni. Másrészt meg, hát talán így ő is elvárta, hogy azért ebből lesz még egy komolyabb siker.
Igen, én nem tudom, hogy bukásnak értékeljük ezt a második alkotást, vagy oltári nagy sikernek? Én oltári nagy sikernek tudom értékelni, ugyanis, és akkor itt, hogy éljek egy talán hosszabb anekdotával, de hát én mondjuk ekkor ismertem meg, ugye mi ketten a 80-as évek végének gyermekei vagyunk, és azért valljuk be, hogy a mi gyerekkorunkat igazából mi határozta meg, vagy mi, akik szerettük a zenét már kiskorunktól kezdve, hogyan teltek napjaink és első éveink, úgy, hogy egyrészt néztük az MTV-t, meg a VH1-t, a videóklippeket, nekem vannak olyan klippek, amiket nem láttam szerintem 20 éve, de így pontosan emlékszem a jelenetekre. De biztos te is így vagy vele. De az is lehet, hogy azok már inkább 28 éve voltak. A másik vonalon ott volt az, hogy ekkortájt élte Hollywood szerintem az ilyen második aranykorát. Ajaj. És bár nem voltak még óriási nagy trükkök, meg nem kellett mindent nagyon CGI-ozni. Éppen... Hát ez pont az a korszak, amikor ez jön. Igen, ez jön, de viszont szerintem itt még fontos volt az, hogy a film az jó legyen, a szereplő ja, az jó legyen. Tehát tudod, azért ez mégsem egy halálos iramban. Igen. Egytől tízig. Értem, miről beszélsz. Korszak. És én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban az tök alap volt, hogyha a moziba bejött egy új jó film, akkor először is azt hosszabb ideig játszották, tehát nyilván azért nem az volt, hogy minden héten csütörtökön megjelenik 6 kurva nagy film a mozikba, hanem azért időnként jött egy Robin Hood, időnként jött egy, mit tudom én, több mint testőr, most hirtelen 2 Kevin Costner film jött a nyelvemre, de az egy olyan esemény volt, amire elmentünk az egész családdal, és hogyha tetszett, akkor lehet, hogy elmentünk még egyszer, vagy már csak apukám elvitt külön, és aztán hogyha annak a filmnek jó volt a zenéje, értsd, az lehet, hogy csak egy dal volt. Akkor megvettük kazettán, és nekem az első ilyen gyerekkori zenei élményeim, amiket így imádtam, tehát amiket halandzsázva, de végig énekeltem, azok mind filmekhez köthetők. Erre mostanában jöttem rá. Ilyen volt a Bryan Adams dal, ugye a Robin Hood kapcsán, a három testőrben, ugye a Sting, Rod Stewart, Bryan Adams, ugye? Énekeltek egy Ez nem is duett, az mi az? Triett! És ugye, mivel még azért mégiscsak gyerekek voltunk, és nagyon ehhez a korszakhoz kapcsolódik szerintem, hogy baromi jó rajzfilmei voltak a Disneynek még. Mi vagyunk szerintem ez a klasszikus ilyen oroszlán király generáció, tehát mi ezen nőttünk fel, meghatározta a gyerekkorunkat, azokat a figurákat rajzoltuk. Most is, ahol ülünk, itt vannak mellettem azok a Disney könyvek, amiket akkoriban miközben megjelent egy új Disney mese a moziban, az lehetett új vagy felújított változat, ugye kiadtak könyven, és csodálatos rajzok, tényleg szerintem ezek művészi értékű albumok és anyagok voltak, és ezekhez is gyakran kapcsolódtak zenék, ugye ilyen volt mondjuk az Elton John a Oroszlán király kapcsán, vagy sorolhatnánk. Csonka Pici, az Aladdin kapcsán, amikor már fordítgatták is. Igen. És valahogy nekem így nagyon-nagyon összefort az, hogy gyerek vagyok, Disney mesék mennek, bejön ugye a Szépség és a Szörnyeteg is, és közben látom a tévébe, az MTV-n vagy VH1-on, nem tudom melyik csatornán, ezt a Szépség és a Szörnyeteg videóklippet. Ugye a Meatloafnak az I Would Do Anything for Love című dalárnak a videójáról beszélek. És én ebben 100%-ig biztos voltam nagyjából életem eddigi feléig, hogy ez annak volt egy betét dala. Én is, tehát a gyerekként, amikor láttam ezt a videóklipet, akkor 100%-ig úgy gondoltam, hogy ez valószínűleg a Szépség és Szörnyeteknek lehet a filmzenéje, illetve hát a fővezér motívum az annyira gej, hogy tehát Kenterbe veri az összes Elton John szerzeny, meg az Aladdin filmzenét, meg stb. Tehát egy teljesen tud kapcsolódni ez a világhoz, amit a Disney esztétika ebben a korban reprezentált. De nem, semmi köze nem volt hozzá. Ugye? Nem, abszolút nem. Igen. Szerintem ez egy jó ötlet volt lenyúlni azt a mesét, és erre felhúzni egy jó hosszú videóklipet. Igen. Na ez az is, hogy ez egy milyen hosszú, jó, a dal is önmagában hosszú, de azért itt tulajdonképpen olyan
színvonal, hát ha nem is vagyok biztos abban, hogy a színvonalában olyasmi, mint a Michael Jackson klippek, de azért azt a fajta ilyen film esztétikát és moziasságot kapjuk ebben a videóban. Tehát azért ma, amikor ugye szádba rágják, hogy te akkor tudsz slágert csinálni, jó persze ezt a Bohemian Rhapsody óta már nyilván mondhatja akárki, de azért mégiscsak ma mindenki úgy ül neki, hogy úristen, ha be akarok kerülni a rádióba, akkor 30 másodpercnek kell lenni az intrónak, és kell, hogy jöjjön egy verze, egy refrén, egy verze, egy bridge, tudod, tehát hogy így megvan szabva ez a 3,5 perces sláger esztétika. Itt meg megint csak ilyen kapunk egy majdnem 9 perces tracket. Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy egyrészt az első korszakában pont ott, pont azért miért tudott sikeres lenni a Meat Loaf, tehát hogy itt miért a 90-es években, nem azért, tehát pont most itt ugye szóba került a Rocky Horror Picture Show, most megint átgondoltam ezt, igazából az a darab, ha jól tudom, vagy darab, a film, az, ha jól tudom, én évekig benn volt a moziban, és erről azt gondoltam, hogy ezért lett sikeres az a Meat Loaf album, vagy ezért is. Ugyanakkor meg, nem is azért, de hogy az egy nem olyan fajta ilyen átütő populáris mozi volt, amire tud mindenki belül, hanem az valójában azért ment ilyen sokáig, mert a queer közösség megnézte, volt aki több százszor. És vajon ez a queer közösség a vállára tudta emelni Meat Loafot? Azért ez egy nagyon jó kérdés, és bocsánat, és visszatér a második eljövetelnél, pedig 93-ban vagyunk, a grunge-nak a közepén, ahol pont azt gondolom, hogy ez a fajta manírosság és teatralitás nem biztos, hogy annyira cool a fiatalok szemében, viszont, ha úgy nézzük, van egy olyan sikerbanda, akik szerintem nagyon hasonló dalokat csinálnak, és én itt a Use Your Illusions-re gondolok, hogy azok a monumentális videóklipeket, amiket forgatnak az Axelék, ezek a nagyon rapszódikus dal struktúrák, amik benne vannak, azokban a nagyon hosszú videóklipekben, amik szintúgy nagyon filmszerűek, szerintem azok rengeteget nyúltak a Meat Loaftól, és ez visszaszáll magára az eredőre is, tehát a Meat Loaf meg visszaveszi ezt a fajta örökséget 93-ban. Ez szép. Lehet, hogy így van. El tudom képzelni, jó a megközelítés. Plusz szerintem az is van, hogy hajlamosak vagyunk így utólag nagyon elhinni, hogy mondjuk akkor, amikor a grunge ment, vagy a new metal ment, akkor nem volt semmi más. De azért ez nem így van. Tehát azért mi is gyerekkorunkban azért oké, hogy vártuk a Korn klippet, de azért le kellett gyűrnünk hozzá néhány Backstreet Boys-t. Tehát azért nem volt mindig olyan nagy szerencsénk. Illetve ne felejtsük el, hogy mivel még a lemeziparnak egy olyan korszakában vagyunk, amikor azért a lemezeladás az nagyon menő dolog. Igen. Tehát, hogy úgy értem, hogy tényleg így rendesen fogynak a jó albumok. Valószínűleg óriási pénzeket raktak a kiadók az olyan előadókba, akiket el akartak adni, és nem biztos, hogy mindig a fiatalokat akarták megcélozni. Tehát szerintem mondjuk itt a 90-es évek elején lehet, hogy mondjuk ők a Meat Loaf-fal egy kicsit olyan célközönségre akartak lőni, akik mondjuk már nem vevők a grunge-ra, meg nem érdekli őket ez a boxer alsóba ugrándozó hülye gyerek a színpadon, meg ilyesmi, tudod, hanem hát ez a kicsit ez a klasszikus rock. Aha. Szóval Jim Steinmannak a zenei stílusát egy szokás úgy nevezni, hogy Wagneri rock, vagy Wagner rock, hogy tulajdonképpen Wagnertől kölcsönzött ilyen operai zenei motívumok rockosan, hát például mennyi zongorát hallunk. Igen. Nagyon, mondjuk erre is jó példa, hogy amit mondtál, hogy mondjuk egy November Rain. Igen, így van. Hát van benne valami. Szerintem ott valahol, nem tudom, az Axl Rose hogyan viszonyult például a Meat Loafhoz, de én nagyon úgy érzem, hogy ha nem is egyfajta előképének tekintette, bár ez is lehet, biztos, hogy hatott rá. Biztos, hogy szóba került a Meat Loaf-i örökség, amikor csinálták a Use Your Illusions. Én biztos vagyok. Meg ugye nagyon nagy skálát be tudott énekelni a Meat Loaf. Ha jól tudom, akkor van egy ilyen anekdota, hogy nagyon fiatalon, amikor először elment valami lemez felvételre, hát gondolom valami kisebb stúdióban lehettek, és egy olyat énekelt, hogy így kiszakadt a hangszórónak valamelyik membránja. Ezt én is hallottam, hát el tudom képzelni egyébként, aztán persze lehet, hogy ez csak kamu, de egy nagyon erős tenorja van tényleg, tehát hogy
hogy mondjam, operettbe kívánkozik, meg musicalbe. De egyébként te is el tudod képzelni azt, hogyha ő egy ilyen Magyarországra született figura, akkor így egyértelműen az István a királyban valami célszerep. Persze, ő lett volna a torda, a táldos, nem a Deák Bill, vagy nem tudom, hogy valami ilyesmit tudok elképzelni, bár mennyivel jobb a Deák Billben. De igen, szóval abszolút az a fajta arc, akit megtaláltak volna egy ilyen szerepre. Még itt van, itt feltűnik egy másik kultfilm a 90-es évek elején, ez a Wayne világa. Tényleg. Amiben megint csak azon, hogy pár pillanatra tűnik föl, de szerintem mondjuk az egyik legjobb poén az így hozzá kapcsolódik. Ugye ő a Tiny, aki hát igazából ugye a beengedő ember a klubban, amikor mennek oda a Michael Myers-ék, és akkor ennyi, hogy hé, kik játszanak ma Tiny, és akkor nem tudom, mond egy nevet, és a Shitty Beatles. Shitty Beatles, és az jó. Szar. De nem tudom pontosan idézni, nagyon rég láttam ezt a mozit, ugye elnézést mindenki, de ez a lényege annak az oltásnak, és azonnal nyilván megjegyzed. És megint valószínűleg arról van szó, hogy ez azért mégis ugye a fiatalok felé is ez fajta egy ilyen, tehát a film készítés egy tisztelektek, tudod, így az idősebb generáció előtt. Nagyon sok ilyen cameo-ja van, és szerintem ő egy olyan karakter, aki valószínűleg kb. Az összes ilyen gagbe benne volt. Uh-huh. Szerintem azért szerették így elhívni mindenhova, mert tényleg minden megosztás kapcsán azt olvastam, hogy egy ilyen nagyon humoros, nagyon jó pofa csávó volt, aki mindig ilyen nagyon közvetlen volt veled, és kb. Bármire rá lehetett venni. Igen, ezt én is el tudom képzelni. Hát amit pont az elején beszéltük, hogy az a együtt nevettünk vele, és nem rajta. Tehát hogy érezni, hogy valahogy nagyon jó érzékkel választotta szerintem ezeket a cameókat. És ha úgy volt, akkor azért tudott színészkedni is, mert mondjuk a pár évek későbbi Harcosok klubjában azért ott már konkrét szerepe van, egy fontos mellékszereplő, meg megint típusan az, akit azonnal megjegyzel. Igen. Illetve, ami megint csak olyan, hogy tudod, igazából egy nagyon gáz paródiába is áthajolhatott volna ez a szerep, hogy ilyen tizenvalahány kilós műcsöcsökkel rohangászik a mozivásznon, és mégiscsak egy ilyen egyszerre vicces, tragikus és drámai szerep volt az övé. Igen. Szóval, hogy a Bob Paulson, ahogy megjelenik, illetve ahogy meghal a filmben, az mindkettő ilyen nagyon megrendítő. És valahol vicces is. Ja. Azért talán ez a legnagyobb szerepe, amit így tényleg... Szerintem is. Illetve ami mondjuk tényleg egy ilyen kassza sikerfilmhez kapcsolódik. Igen. Egyébként láttam, emlékszem valami... valamelyik ilyen nyomozós sorozatban is feltűnt, emlékszem, hogy ilyen kicsit olyan haja volt, mint a Dexternek az Offspringból, és ilyen fuchsok lógtak rajta. Van egy ilyen emlékem, de azért a Harcosok klubja az, ami egy kultfilm, igen. Nem csak kultfilm, hanem azért egy sikerfilm is. Igen, és tehát tegyük az egyébként, több mint 60 film szerepe volt, szóval nagyon sok mindenben láthattuk, és szerintem egy csomó mindenről nem is tudjuk, vagy elfelejtettük, hogy amiben bár most végigolvastam, azért feltűnt egészen meglepő, meg jelentős alkotásokban, és de tényleg a Harcosok klubja volt az, amivel hát azért annak a kulturális jelentősége azt nem nagyon-nagyon erős a mai napig, igen. Mert valójában egy olyan dologról szól, aminek igazából a szabályrendszere, már értsd a kultúránkat, életterünket, a mai napig él valójában. És az a problematika, ami ott először föl van vetve, ez valójában csak még erősebb lett az elmúlt, nem tudom, 20-21 néhány évben. Igen. Igen. Aztán sors iróniája, hogy itt a 93-as Bad Auto Fell 2 után tulajdonképpen megint eltűnik. Igen. Ide még egyébként kapcsolódott egy-két klip, és mutattam neked az egyiket, amiben a nagyon-nagyon fiatal Angelina Jolie játszik főszerepet. Természetesen ebben is vannak motorok, hogyha valaki megijed. De egyébként nekem olyan nehéz eldöntenem, hogy az I Would Do Anything For Love videóklipje kapcsán, hogy az vajon egy kis vagy nagy költségvetésű klipnek számít-e. Tehát azt néztem, hogy tudod, amikor az elején jönnek a
rendőr, aki igazából nem is tudott hova tenni egyébként a sztorit, mert ez valami korábbi klipnek a folytatása, de hogy most miért is üldözik a csajt, de mindegy. És hogy így jönnek be a rendőrök az erdőbe, és felsejlik a kastély. Aha. Az megvan, hogy így látszik, hogy az úgy van megcsinálva, mint hogyha így perspektívában az így nagyon messze, egy nagyon nagy kastély lenne, de valójában így kurán látszik, hogy ott állnak meg előtte, és az csak egy ilyen két fa közébe rakott, nagyon kicsi kis kamu épület. Igen. Szerintem a vágás technika, meg az operatőri munka olyan, mint a korszaknak, tudod, az ilyen áligás akciófilmjei. Igen. De valójában a költségvetés az nem olyan nagy volt, szóval tudod, nem az van, mint a gázklipekben, hogy tankhajókról ugrunk le, meg hasonlók, tehát azért annyi lóvé nincs, hogy nyilván az a kiadó azért annyi pénzt nem adott, de jól hasznosították azt, amit kaptak. Meg a szörnyetek körül nem kezdett el táncolni a gyertya, meg az óra. Annyi CGI-ra azért még gyerekcipőben járt az, hogy ezt meg lesen csinálni. Hát, hogyha tényleg a Disney meséhez kapcsolódott volna ez a szám, akkor biztos, egyébként akkor biztos, akkor biztosan megcsinálták volna úgy, hogy azok a figurák ott mozogjanak. Igen, lehet. Bár mondjuk akkor meg elvesztette volna ezt a mégiscsak ilyen sötét... Igen, tehát volt benne valami... Kis horror, nem? Vagy igen. Egy olyan... Hát ami egyébként tök érdekes, de valójában végigkíséri az egész karrierjét, nem? Mm. Tehát nem ilyen erőltetetten, és lehet, hogy ez inkább az ilyen a zeneszerzőnek az ilyen romantikus, misztikus vonzódásáról tanúskodik, de mindegyikben ez benne van, ami nála így sláger, vagy nem tudom. Igen, az tény, mert azért ez az egész... pokol, denevér, kicsit ugye ilyen vámpír vonal, igen. akkor nem tudom, megfigyelte, de a lemezborítókat. Uh-huh. Szerintem a lemezeinek a nagy részének a borítói azok gyönyörű festmények, és ez valamelyest szintén a korhoz kapcsolódik. A képzőművészetnek ekkor volt egy olyan szakasza, ami az ilyen utolsó nagy rugások voltak, mielőtt a teljesen minimalista posztmodern beköszöntött volna, hogy volt egy ilyen gicsbehajló, ugye ez az airbrush technikás festészet, tudod, ennek voltak nagyon nagy művelői, mint a Boris Vallejo. Igen, igen. Akiket így ismert az ember, tehát, hogy nem csak a művészetek iránt érdeklődők közt, hanem tudod, ő mondjuk a Boris Vallejo, az a korának, hát ha nem is egyfajta Picasso-ja, de valahol mégis Picasso-ja vagy Dalia, akit az átlagember is ismer, mint igen. művészt. És ha úgy tetszik, akkor eladható termékeket gyárt. Tehát azok a festmények, azok nem azok, amik elé odaállsz, és azt mondod, hogy hát én is tudok, meg nem az, amit kizárólag csak gyűjtők értékelnek, vagy a képzőművészetek iránt igazán érdeklődők, hanem amire tényleg úgy ránéz az átlagember, és látjuk, ez olyan monumentális, meg oda rakja, tudod, az izmos férfiakat, igen. meg a nagyon szexi nőket, és abszolút ez az esztétika, köszön vissza ezeken a borítókon. Így van, ami egyébként nagyon, nagyon átfedésben van ezzel az ilyen musicales gegekkel, tudod, meg ezzel az ilyen nagyon harsány, nagyon sok, mert a zene is valójában nagyon sok, nagyon monumentális, és akkor természetesen valahol a vizualitásnak is ilyennek kell lennie. Amire lehet, hogy sose volt igazán pénz, vagy nem mindig, de azért meg lett csinálva. Igen, de ez tény, hogy az albumborítók nagyon így ilyen egy irányba mentek. Aztán megint eltelik egy 10 plusz év, és hát megint felmerül az a gondolat, hogy hát csak kéne egy betáltó fel 3 is. Amire, ha jól tudom, akkor már a Jim Steinman annyira nem volt vevő, vagy valamilyen egészségügyi problémái voltak, de írt hozzá dalokat, meg ilyen alapötleteket, de nem ő hangszerelte, és nem ő vitte véghez a produkciót, hanem... Ki? Én nem tudom. Hát Desmond Child. Atya úristen, nem? és jó lett? Egyébként... Erről én már nem tudok. Hát... Egyébként szerintem nem rossz, én még azon a lemezen is találtam jó számokat, de ha jól emlékszem, azon van a Monster Lose, egy kicsit ilyen heavy metalosan, vagy nem tudom, tudod, ilyen tökösebb akar lenni. Szerintem ez a zene, ez nagyon könnyű azért elrontani, mert ugye, amit te is mondtál, hogy valójában baromire gicses, igen, meg gejl. De szerintem a
a klasszikus lemezek azért voltak jók, mert ezt az opera, vagy sokszor inkább ilyen operett feelinget, ezt valójában nem heavy metallal gyúrták össze, hanem rock and roll-lal. Igen. Tehát nagyon sok ilyen rocky alap van. Így van. Jó kis zongorák, gyors tempók. Így van. És nagyon könnyű ezt szerintem így átvinni egy ilyen túl monumentalizált ilyen gicsbe, amiben meg tudod, megszólal a tremolós gitár, és az óriási nagy szólók. És igen, ilyen túl cinematik akar lenni a hangzás. Na, szerintem itt már valamelyest ez történt. Uh-huh. Értem, amit mondasz. Igen, ezeket az arányokkal vigyázni kell. És ahogy mondod, tehát ahogy nyilván a 70-es évek végén, 80-as évek elején már van egy ilyen konkrét kultusza az 50-es évek rock'n'rolljának, akár csak tegy ilyenekre mondunk, mint a Grease, de egyébként a Rocky Horror Show is egy ilyen boogie-woogie-s rock'n'rollos szerzeményekkel tűzdelt. De a Cher is ilyesmit hoz így vissza. Így van, pontosan, filmekben is, meg zenében is. Igen, illetve amúgy a szervezkedő punk, meg valójában ennek a paródiája, hogyha a Pistolsról beszélünk, tehát az első korszakban valójában az a Nevermind the Bollocks, ott az ilyen rock and roll klisék vannak eljátszva, sokszor rosszul, meg keményebben, tudod. Szóval, ja, ez nyilván innen indul ki, és így nem volt, hát annyira gicses. De azért így is az volt, csak nem annyira. Na most, nem tudom, hogy ő mennyit betegeskedett már itt a végén. Azt tudom, hogy volt egy összeesése a színpadon. Igen, az valami giga turné volt, hogyha jól emlékszem, akkor valami 150 állomásos turnét szerveztek, nem tudom, hogy ebből mennyi valósult meg, de valóban ott volt egy ilyen, hogy ez valamilyen betegségből, kimerültségből fakadóan, de egy ilyen összeesés. Ez lehet, hogy konkrétan egy ilyen Bat Out of Hell turné volt, ilyen Bat Out of Hell 1-2-3-at együtt, mint egy. Mert hogy ezt színpadra is vitték, mint musicalt, kb. A Covid előtt valamivel, és nekem úgy tűnt, hogy ez bukás volt. Uh-huh. Szóval, hogy itt valami nem sikerült jól, mert hamar túl nagy csönd lett szerintem körülötte, de megvalósult végül is az, hogy azért ez mégiscsak egy színpadi mű akar lenni. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez a turné is ilyesmit prezentált volna. Igen, meg ott, hát illetve bele keveredett egy kicsit még kellemetlenebb probléma körbe is, hogy az I Would Do Anything For Love-ot énekelt, amikor összeesett. Uh-huh. Na most összeesett, és a hangja az ment tovább. Na most ő azt mondja, és egyébként ebben én hiszek, csak itthon ez nincsenek akkora produkciók, úgyhogy ezzel annyira nem vagyunk tisztában, de hogy sokan használják a double trackinget élőben is. Ami azt jelenti, hogy ugye azért, hogy a hang vastagabb legyen, be van játszva a hangod még egyszer felvételről. Na most nyilván ezt stúdióban mind alkalmazzák itthon is, a sztárok, a legjobb énekesek is, de az ritka viszonylag, hogy ez élőben is így történjen. Na most ő azt mondja, hogy ez a backing track ment valójában, de hogy ő egyébként rá énekelt egyébként, csak azok be vannak játszva néhol. Meg hagyd tegyem hozzá, mert most két produkció is eszembe jutott, ahol találkoztam nagyon hasonlóval, és ott viszont nem backing track volt, hanem vokalisták. Aha. És szerintem azért a Meatloafnak is eleve olyan, hogyha így nézed a pályafutását, hogy olvasol a dalokról, meg a lemezekről, mindig ki van emelve, hogy kik a háttérvokalisták, hogy kikkel duettezik, ki támasztalás, stb. És például, amikor Aerosmith koncerten voltam, és hogyha idén megvalósul az Aerosmith koncert, senki ne lepődjön meg, hogy azért a Steven Tylernek már nyilvánvalóan ő is 70 pluszos, hogyha jól emlékszem, azért kurvára nincs olyan hangja, mint régen, és ahhoz, hogy ne azt akart hallani, hogy ő így görcsösen erőlködik azon, hogy kiénekeljen mindent, igazából én azt vettem észre, hogy van egy vokalista a zenekarban, akinek ilyen nagyon Steven Tyler-es a hangja, és énekel a Steven Tyler, viszont ő a legtöbbször lentebb, és
És azoknál a részeknél akkor ki kell vágni a magasat, a vokalista beénekel hát, magasan. Nem, csak szinte végig így duplázva aha, van. Aha, de érdekes. Hogy mondjuk egy hazai példával éljek, azért mondjuk a Demjén Ferenc esetében én ugyanezzel találkoztam, hogy ott is 2-3 vokalista van, és fantasztikus hangú karakterek énekelnek mögötte, és ő is énekel, szóval nem arról van szó, de inkább arról, hogy egy bizonyos kor után, és főleg azért ilyen típusú zenében, ahol ennyire kell énekelni, egész egyszerűen szerintem természetes dolog, hogy kopik a hang, hogy idősödik az ember, hogy eleve már a levegővétel, már ezek egyre nehezebbek, plusz a színpadi jelenlét azért, mint egy 2 órán igen. keresztül. Itt teljesen természetes az, hogy a produkció érdekében meg van támogatva az a hang, fiatalosabb, jó hangokkal, és hát nyilván ilyenkor olyan karaktereket keresnek, ami hasonlít az eredetihez. Ezt nagyon jól mondtad, ezzel egyébként feltétlenül ennyire nem voltam tisztában, vagy nem figyeltem meg ezt a fajta módszert. Hát ilyen a pop szakma, szokás mondani. Ilyen a nagybetűs pop szakma. Vannak, akik kipróbálhatnák ezt a módszert egyébként. Hiatalon is. Rögtön így kezdhetnék a karrierjüket. Jó, hát szegény Meatloaf nemrég elhunyt. Annyit tudunk, hogy Covid komplikációk okán, hogy ebből mi ismeretes pontosan, hát nem sok minden, bár szerintem nem is feltétlenül fontos ez, vagy számomra nem. Igen, megindultak itt nyilván a találgatások rögtön. Azt azért hozzátehetjük, hogy itt az utóbbi években azért volt egy pár érdekes megszólalása a médiában a Meatloafnak, néhány, hát kicsit ilyen Trump-pal kapcsolatosan is, tehát nekem úgy tűnt, hogy ő azért inkább a Trump-nak egyfajta támogatója, de azért nem hajlott át egy Kid Rockba, szóval azért, vagy egy Kanye Westbe, tehát azért soha nem vitte ezt szerintem igazán túlzásba. És a Covid-dal kapcsolatosan is olvashatok tőle ilyen-olyan bejegyzések, vagy interjúk. Nem tudom, szerintem nem tisztünk nekünk sem ítélkezni, sem ezzel különösebben foglalkozni. Most láttam, hogy például a Howard Stern, ugye világhírű amerikai rádiós, az kvázi úgy felszólította most a Meatloaf családját, hogy álljanak ki, és mondják el, hogy be volt-e oltva. Aha. Most ez egy ilyen... Ez szerintem egy nagyon kellemetlen dolog, annak ellenére, hogy én természetesen az oltással értek egyet, ugyanakkor nem gondolom, hogy valakit a gyász közepén meg kell egy ilyenben zavarni, pláne úgy, hogy lehet, hogy be volt, mert hogy érted, tehát hogy komolyan valakit buzerálni kell ezzel, miközben éppen gyászolja a szeretét, hogy most neki ki kell országvilág elé állnia, és azt mondani, kijelenteni, hogy be volt-e oltva vagy sem, például nagyon hasonló a helyzet a Csollány Szilveszterre, és most ugye, ahol a lánya állt végül ki, pont azért, hogy már pontot tegyen ennek a végére, hogy akkor most a Szilveszter be volt-e oltva, nem volt-e beoltva, és akkor végül így egy print screen küldött, ahol az édesapja arról írt, hogyha jól láttam, hogy ugye oltatta magát, nem sokkal azelőtt, hogy elkapta a vírust, ezért ugye még az oltás sem tudott egyébként akkor ugye hatást kifejteni, de ez is egy ilyen nagyon kellemetlen kényszerhelyzet volt, tudod. Hogy erről beszélniük kellett. Igen, szerintem jóval idővel azelőtt, hogy szívesen beszéltek volna erről. Tehát... Igen, meg abban az esetben is azért egy olyan élsportoló karakter gyászolunk, akire egykor nagyon büszkék voltunk, és nagyon szerettünk vele azonosulni, és úgymond egyfajta hősünknek kiáltottuk ki. Az élet így alakul, megy tovább, mindenkinek vannak döntései. Némelyik jó, némelyik rossz döntés. Hát, igen. Ettől vagyunk emberek. Így van. Te, hogy Meatloaf most, mint denevér visszaszállt a pokolba, vagy a mennyekben fürdőzik, azt nem tudjuk, de az minden esetre... Motorozik. Az minden esetre tény, hogy egy szép életművet, és nagyon jó dalokat, és nagyon jó filmeket hagyott itt ja. nekünk, és amennyire meg
hozzá közelálló, vagy egyáltalán őt ismerőktől olvasgattam, nagyon jó emlékeket is. Igen, az Edward Nortoni tetszett a legjobban így befejezésként, hogy ugye mondta, hogy semmilyen tárgyakat, meg semmi a saját moziaira utaló, nem tudom, fotókat, semmit nem visz haza, viszont mondta, hogy az irodája falán bekeretezve ott van az a fotó, ahogy ahogy a Meatloafnak a műcsöcse is sír, és mondta, hogy ez a mindig ránéz minden nap, ahányszor csak bent van, és akkor jó kedvre derül. Ezzel a kis anekdotával, vagy nem is tudom, inkább személyes élménnyel, privát élménnyel búcsúzott tőle. Igen, hát ahogy ugye a filmben is mondták, az ő neve Robert Paulson volt. Így van. Na jó. Nyugodjék békében, Meatloaf. Kicsi áthúzta a műsoraink előre tervezett menetét. Ez most egy ilyen teljesen spontán adás volt. Reméljük, hogy örültetek neki, vagy hogy tetszett ez a fajta kis beszélgetés is. Hamarosan jövünk újra. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Így van. Sziasztok!